Köszöntök mindenkit, következik az E-Klub világbajnokság második elődöntője. A Liverpool papírforma szerűen, bár talán még így is meglepően simán 8-0-ás győzelmet aratott a Perth Glory felett, és bejutott az E-Klub VB döntőjébe, ellenfele pedig, vagy az argentin Libertadores kupa győztes River Plate, vagy pedig a meglepetésre az a Los Angeles FC-t kiejtő dél-afrikai Kaiser lesz. Majd River Plate-Kaiser mérkőzés következik, ugyanis az E-Klub világbajnokság elődöntőjéből, és ezt követően már csak a döntő van hátra az idei E-Klub VB-ről. Úgyhogy tehát River Plate-Kaiser mérkőzés pillanatokon belül nézzük a két csapat kezdőjét a mai mérkőzésre. A River Plate ugye most mutatkozik be az E-Klub VB-n, a kapuban Armani, Casco, Martinez, Diaz, illetve Rojas a négy védő, Fernandez, Perez a középpályán. Az előttük játszók De La Cruz, Palavecino, illetve Quintero lesznek, majd a támadó pedig Suárez. Összességében tehát ugye River Plate a Boca Juniors-t verte meg a Libertadores kupa döntőjében, az El Libertadores kupa döntőjében ezt a meccset közvetítettük nemrég, és így kvalifikálta magát a River Plate ide az E-Klub VB-re, ahol két meccset kéne megnyerni ahhoz, hogy meg is nyerje az E-Klub VB-t. A kapuban Akpei a Kaisernél, Dube Cardozo, illetve Engezana a védelemben, sok változás nincsen. Az előző győztes csapathoz NTNT, Parker, Bakkus, illetve Manyama. A középpályán elől Dolly, Castro és az a Bilia, aki ugye tovább lőtte gyakorlatilag a Kaisert az elődöntőbe. Úgyhogy nézzük akkor. River Plate Kaiser, egy argentin dél-afrikai összecsapás az E-Klub VB másik elődöntője. Suárez rögtön, aki megindul, és ebből már is gólhelyzet alakulhat ki, bizony Akpei véd nagyot. A második percben már is veszélyeztet a River Plate. Palavecino visszateszi De La Cruznak. De La Cruz Fernandezhez, és ez is egy jó lövés bizony Akpei megint. Hát két nagy bravúrral jeleskedik Akpei, aki nagyokat védett a Los Angeles ellen is, és most is jól kezdi a meccset. Meg a River Plate is két komoly helyzettel melegítik be gyakorlatilag a dél-afrikai kapusát. Palavecino tovább. Cardozo. Parker most már visszaszerzi a labdát a River Plate. Perez, az is jó labda. Suárez nem tudott már lőni. Dube ért hátra. Suárez azonban, ez is jó még. De La Cruz ellövi a labdát. Akpei, és ez már bent van. De La Cruz átlövésével szerez vezetést a 9. percben a River Plate. De a harmadik lövése már bent van az argentinoknak. De La Cruz ellőttek, Akpei ebbe is belekapott, de ez már kikötött a hálóban. Hamar vezett át a River Plate. Itt visszaszerzik az argentinok, De La Cruz jó labdát kap, jó az átlövés, Akpei belekap, de így is gól. Két nagy védése volt Akpeinek, ez viszont már bent van. Hamar vezett át a River Plate már az első 10 percen belül. Entia. Parker. Dube. Visszaszerzi Quintero. Quintero mehet, MTNT elüldözi őt, Quintero vissza, Palavecino tovább, Fernandez lőhet, és Akpei! Tovább folytatódik a bravúr sorozata Akpeinek. Jöhet Quintero szöglete majd Suárez felé. Ott a lecsorgó még mindig, és aztán Dolly. Dolly elrúgja, Fernandez lefejeli a labdát, az is jó lehet még. Suárez tovább, Rojas lő messziről felé. Ez volt az első kaput el nem találó lövés a River Plate-nek. És egy bőnegyed óra alatt kidolgozott a River Plate számtalan helyzetet, De La Cruz révén pedig egy gólt is, és a jelenállás szerint Liverpool-River Plate döntő lesz itt az E-Klub VB, mondhatjuk azt nyugodtan, hogy papírforma szerűen. Ezt a két csapatot várták amúgy is a döntőben, hát a Liverpool már ott van. Diaz, Suárez. Egyelőre köze sincs a meccshez a Kaisernek. Suárez lőhet, óriás Akpei, bravúr, és a kipattanó után De La Cruz. 2-0 a River Plate-nek, és hát azt nem mondom, hogy eldőlt a meccs, de itt a 19. percben elnézve a játék képét, illetve az eredményt, hát túl sok jót nem lehet jósolni a Kaisernek. 2-0. Suárez megcsinálja, és Akpei tényleg ő az, aki mindent megtesz a Kaisernek, úgymond a továbbításáért, vagy életben maradásáért, de hát így is kapott 20 perc alatt két gólt. Tény, hogy ezekről annyira azért nem tehetett. Parker. És hogy mennyi bravúrt mutatott be Akpei, legalább 4-et 20 perc alatt, amellett, hogy kapott két gólt. Bilia, Perez, hát igen, egyelőre helyzetbe sem tud kerülni a Kaiser, hogy visszajöjjön egy góllal a meccsbe. Rojas, De La Cruz, ja, meg duplázik itt az elődöntőben, úgyhogy De La Cruz egyelőre a hősem a Rivernek. Újabb helyzet, Akpei! Fernandez hagyta ezt most ki. Bizony, akár gólpassz is adhatott volna most De La Cruz. Rojas felé a szöglet. És a lecsorgó még jó lehet Pereznek. Bizony! Akpei. Szöglet.
nem áll le a River Plate 2-0 után sem. Újabb szög lett tehát Suárez, nem tudott fejelni, Martinez, jó igen, De La Cruz, lesz megint átlövés, megtolja De La Cruz, és aztán mellé lövi. Nem csak omulott ez sem. Itt van 8-0 a kaputalált lövések aránya a River Plate és a Kaiser között, az azt jelenti, hogy 6 védése volt Akpeinek. Mert ugye kettőből gól lett. Antia Dollinak. Antia újra. Ilyenkor már ugye 2-0-ra vezetett a Kaiser két helyzetéből a Los Angeles FC ellen. Hát ott bejött az, hogy a sok helyzete kimaradt az ellenfélnek, hát itt nem igazán eddig. Ez a nyerő taktika, maradjunk annyiban. Quintero fél óra alatt kettőt kapott a Kaiser, és kaphatott volna akár többet is. Diaz, Fernandez, tovább megy, ott a gólhelyzet, Fernandez Akpeibe lövi bele, és aztán a kipattanót sem tudják berúgni az argentinok. Pedig Fernandez ezt még le is passzolhatta volna akár. Ebben is sokkal több volt, szabadrúgást kap majd a Kaiser, Cardozo. Hát bizony, ebben azért sokkal több volt. Megint csak. Hát így mondjuk egy újabb Akpeibrót írhatunk fel. Lehet csak két meccset játszik a Kaiser ezen az E-klub VB-n, ugye, hogyha ma kiesik, de azért Akpei bravúrjaiból össze lehet állítani akár több perc és összefoglalót is a két meccs alapján. Martinez Suáreznek. Engazana. Kicsit visszavett a lendületből a River. Manyáma. Ez Biliáé. Diaz visszaszerzi a labdát a River Plate. Fernandez hozza még a labdát, az jó lehet. Quintero, nagy helyzet, Quintero ellövi, ott a harmadik. 3-0 a River Plate-nek. És Quintero is gólt szerez, ezt az ígyszert már berúgják az argentinok. A 42. percben 3-0, és azt hiszem, hogy itt lassan elkönyvelhetjük azt, hogy Liverpool-River Plate E-klub VB döntőt rendeznek majd. 3-0, Quintero maga biztosan lövi be ezt az ígyszert. Itt már Akpei sem segíthetett. Bakusz. Manyáma. Parker. Hát veszíteni való, innentől kezdve már nincsen nagyon a Kaisernek. Diaz. Perez. Egy perc lesz a hosszabbítás. De La Cruz. De La Cruz, jó a váltás. Fernandez ott lát a negyedik gól is, még a fél időben is Fernandez beadása nem pontos. River Plate Kaiser 3-0. Elkezdődött, tehát a második félidő helyzete sem volt még a Kaisernek, 3-0-as River Plate vezette, és a Kaiser kezdte a második félidőt, és Bilia egyelőre szép szólóban már is egy helyzetet teremt, Bilia helyzetben, és gól! 3-1! Bilia szépít a semmiből abszolút, és megmutatja megint, mit tud. A Los Angeles FC után a River Plate kapuját is beveszi Bilia, és egy egyéni szóló után 3-1. Na, és akkor talán még szoros lehet itt a mérkőzés. Armani lábai között lövi be Bilia, úgyhogy az egész argentin védelmet kicselezte. 3 perc kell a második félidőben ahhoz a Kaisernek, hogy helyzetet dolgozzon ki és gólt lőjön. Egy helyzet, egy gól a dél-afrikaiak neve mellett. 3-1, így azért már szorosabb az állás. Palavecino. Azt nem mondom azért, hogy rémálomszerűen indulna a második félidő a River Plate-nek, de hogy nem jól, abban egyetérthetünk. Bakusz, főleg, hogy Bilia kilép, ezúttal nem Martinez. Bizony, ez nem volt hozzászokva a River Plate védel, majd dolgozni kell az első fél időben, de a másodikban viszont igen, De La Cruz, ahelyett, hogy ment volna inkább Palavecinónak passzolt hátra, ugye betalálta Boca Juniors ellen, Quintero, Palavecino, és itt is betalál! 4-1! Itt a válasz a River Plate-nek Bilia góljára. Palavecino az E-klub VB elődöntőjében gólt szerez, és ő lövi a negyediket Akpei kapujába, 4-1. És hát akkor mind a két csapat az első helyzetéből gólt lő ebben a fél időben. Egyből tudott lőni Palavecino, és Akpei ehhez is hozzáír, akár csak az első gólhoz. De most nem tudta kipaskolni. 10 perc, 2 gól a második fél időben, és 4-1 az állás, visszaáll a 3 gólos különbség. Hát úgy néz ki, hogy nagyon simák ezek az elődöntők, ugye Liverpool 8-ig jutott, most fele annyi a River Plate. Perez. Aztán, hogy majd egymással mire megy a klub VB döntőjében a két csapat, az majd kiderül. Casco. Esetre nagyon jó kis meccsre lehet számítani. Parker. Megy ott Dolly. Bilia középen. Dolly. 16-oson belül. Dolly még. Vissza tudja tenni. Bilia helyzetben. Kapufa! És ez most így kimaradt. Óriási helyzetet hagyott ki most a Kaiser.
Marad a 4-1. Dubélő, ez is lepattam. Fernández. És kapufa most megmentette a River Plate-et. Suárez, Quintero. A harmadik gólszerzője. Ugye De La Cruz, Quintero, illetve Palavecino találtak be az argentinoknál. Fernández, ő is betalálhat. Ellövi a labdát, Akpei véd. A második fél időben először. Fernández jön le, hát akkor ő már nem fog ma gólt lőni. Zuculini jön a helyére majd. Jön a szöglet is, De La Cruz. De La Cruz. Ellövi, Akpei. Hú, mit védett lábbal megint. Óriási bravúriai vannak. Perez lő, ez most a blokkról jön le. Cardozo, ő meg el tudja rúgni, és szabad rúgás lesz majd a végén. Hozzá kifelé. Akpei. Lodonyo jön Suárez helyett. Úgyhogy itt a 70. percben egy újabb River csere. Parker. Többen középen. Bakkus is. Hosszú neki a labda. Armani. Armaninak nem kellett még a meccsen védenie. Egyszer találták el a kapuját, abból gól is lett. Zuculini. De La Cruz. Ne tessen fenyegeti egyelőre River Plate döntőben való részvételét. Akpei. Manyama. Ez is jó Parkernek. Parker mehet, ez helyzet. Parker tovább, ott a helyzet, Entientia. Óriási védés Armanitól. Roas. Quintero. Vissza Roasnak. És indulott Quintero, Akpei. Hol a kapus? Quintero. Beemeli, Akpei most ért vissza, és tudja lehúzni aztán a labdát. Aztán eladja, hiba, De La Cruz, Akpei. Levítja a hibáját, a majdnem rugatott egy gólt Akpei. Cardozo, megint eladják a labdát, De La Cruz. Palavecino, ellőheti, óriási gól. Palavecino is duplázik ott az ötödik. Hát a második félidő hőse egyelőre ő. 5-1. És ez így most már tényleg kiütés a River Plate-től. Hatalmas gólt lő Palavecino. River Plate Kaiser 5-1. 16-ról egy nagy lövés. És talán ez volt a meccs eddigi legszebb találata. És hát azért Palavecino az elmúlt meccseken nem nyújtott rossz teljesítményt. Azt hiszem azért Liverpool, a Liverpoolnál is azért figyelni fognak rá. Mi meglátjuk, hogy mit alakít a döntőben. Hát a Kaiser azért elmenetelt az elődöntőig, mert ez nagy meglepetés volt. Ma pedig hát gólt ugyan szereztek, de nem játszottak jól. Akpeit, illetve Biliát lehet csak kiemelni a csapatból. Bilia. Bilia helyzetben közben, és gól! 5-2, hát mi az, hogy ki lehet emelni Biliát? A második szóló gólja a meccsen, 5-2. A 86. percben a második szépség tapaszát is megszerzi tehát a Kaiser. Bilia a gólszerző ismét. És megint csak egy szóló után lő gólt Zitzerből Bilia. Volt egy kapufája két gól mellett. 5-2 a 85. percben. Úgyhogy megint három gólos a különbség. Hát volt már itt 3-0, 4-1, meg 5-2 is. Quintero. 6-3, nem hiszem, hogy lesz. Zuculini. Lodonyo. Ugye csereként állt be Lodonyo. Ez még ott van Zuculini. De most a cserék játszanak össze. Perez nem jutott el hozzá. Parker. És most már Akpei. Akpei hosszan tolja meg, ajjaj, Lodonyo helyzetben ott a hatodik. Üres volt a kapu, és Lodonyo ezt kihasználta. Csereként beállva lő gólt. 6-2. A 91. percre még jutott egy hatodik River Plate gól. Akpei óriási védései voltak a meccsen, de itt a végén belehibázott. Ez a gól most az ő hibája volt. Hosszan vette át. Itt Lodonyo első lövését még így is védi Akpei egyébként. De a másodikra már nem volt esélye visszaérni. 6-2, úgyhogy 4 góllal fog nyerni a River Plate. A Liverpool 8 gólos sikere után 4 gólos argentin siker. 8 gólt láthattunk mind a két elődöntőben, összesen két meccsen 16 gólt. Hát reméljük, hogy ezért a döntős lesz. Legalább ennyire jó Manyama lövését még védi Armani. Az első védése volt az Armaninak a meccsen, és ünnepelti a győzelmet. River Plate Kaiser 6-2. Liverpool River Plate mérkőzés rendeznek az E-klub VB döntőjében.